Szerbiában kötelező a kapcsolható mezőgazdasági gépek regisztrálása. A pótkocsik esetében ez rendben van, de vannak olyan eszközök is, amelyeket nem lehet műszakilag bejegyezhető állapotba hozni, mondta Aladics Tibor a Ludas helyi közösség közgyűlésének elnöke. Minden olyan kapcsolható jármű, ami egy tengelyen fut, két keréken, hogy így mondjuk, azt ugye az új törvények szerint be kell jegyeztetni. Erre nagyon sok esetben egyszerűen fizikai lehetőség nincs. A présgépeken, a trágyaszórókon, a gyümölcsészetben használt egyes munkagépeken gyárilag nincs kialakítva fékrendszer, illetve fényjelzésekkel sem rendelkeznek. Az utóbbi időben a rendőrök mégis megbüntetik a regisztrálatlan gépekkel közlekedő gazdákat. Szinte minden héten valami új Dolog, dologra fényre, fény derül, ami nemhogy megkönnyíti a bajba lévő polgároknak, földműveseknek az életét, sorsát, hanem még egy lapátra rátesz. A gazdák péntekre terveznek tiltakozó megmozdulást a Ludasi helyi közösség udvarába, ahol traktorokkal és a rájuk kapcsolható eszközökkel tömegesen jelennének meg.